Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hétvégén történt, két tűzesethez és hét műszaki mentéshez vonultak Tolnavár megye tűzoltói. Holokausz 80, a zsidó áldozatokra emlékeztek. Mi legyen 2025 év madara? Internetes szavazás. Duális képzés a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumnál. Fodrászat Tolnán. Kettő tűzesethez és hét műszaki mentéshez vonultak Tolna Vármegye tűzoltói a hétvégén. Erről számolt be Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője. Az elmúlt hétvége sem volt tűz- és balesetmentes Tolna Vármegyében. Ez a ház Kajdacson gyulladt ki vasárnap. Itt egy családi ház két helysége, valamint a tetőszerkezetet hulladt ki, a paksi hivatásos tűzoltók vonultak az eseményhez. Ők vízsugarak, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. Két propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből, amelynek lakóját enyhe füstmérgezéssel szállították kórházból mentők. Itt hívnám fel a lakosság figyelmét, hogy a füstérzékelők ezekben az esetekben is például segíthetnek, még idejében jeleznek, amikor van lehetőségünk arra, hogy elhagyjuk még épségben az otthonunkat, tehát tudunk ilyenkor mi hamarabb a szabad levegőre célszerű távozni, adott esetben utána már kint áramtalanítani, illetve akár a gázt elzárni. A nem várt tűzesetek több okból könnyen kialakulhatnak, mondja a szóvívő. A tüzet az elektromos meghibásodásokon kívül okozhatja egy égve felejtett cigaretta, gyertya vagy mécses is. Ezen felül még történt egy szabadtéri tűzeset is a hétvégén, ez Decskült területén a tegnap, tehát vasárnap kellett a tűzoltóknak vonulniuk, ide a szekszárdi hivatásos tűzoltók siettek, mintegy 700 négyzetméteren borult lángba a tarló, ezt az zavaroltó, valamint kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Négy alkalommal pedig közlekedési balesetekhez vonultak a tolnai lánglovagok. Idén ezekből összesen már 142 eset volt, 90 sérült el, négy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. Szombaton két személy autó ütközött össze Bonyhádon, a 6-os számú úton. Itt célszerű mindig a sebességet az útviszonyoknak megfelelően megválasztani, nyilván megfelelő állapotú műszaki állapotban lévő gépjárművel közlekedni, figyelembe venni azt az időjárási körülményeket, amelyek lehetnek egy hirtelen leszakadó, lezúduló, akár így özönvízszerű villámárvíz is, lehet az erősebb szél, ami szélökések formájában egyszer jelentkezhet, illetve adott esetben fák is dőlhetnek az utakra, vagy fogágak szakadhatnak az úttestre. A nyári meleg hónapokban pedig a hőséggel is számolni kell. Fontos pótolni a folyadékvesztességet és koncentráltan, biztonságosan közlekedni. A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség tagjai közös megemlékezést tartottak a holokauszt 80. évfordulóján a Szekszárdi Művészetek Házában. A megjelentek együtt tisztelegtek az áldozatok előtt, és a nemrég elhunyt Friedman Tamásra is emlékeztek. Az évfordulós rendezvény Csötöni László Szekszárd Város Közgyűlése Kulturális Bizottságának elnöke nyitotta meg, aki megható szavakkal köszöntötte az emlékezőket. Ezt követően Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere tartott emlékező beszédet, amelyben a holokauszt szörnyűségeit és annak hatásait elevenítette fel. Kiemelte, hogy tavasszal több botlatókövet is elhelyeztek a városban az áldozatok emlékére. 1944-ben kiváló és tehetséges emberek estek áldozatául, itt a szekszárdi lakosok közül is, és hát gyakorlatilag így ezzel méltó megemlékezést tudunk adni. Sajnálatos esemény árnyékolja be a mai megemlékezést. Sajnos Friedman Tamás barátunk a héten elhunyt, és hát ő örökös házigazdája volt ennek a megemlékezésnek, és szívén viselte a szekszárd és a környékbeli zsidóságnak az életét. Nagyon sok munkát végzett, nagyon-nagyon komoly tevékenységet végzett a megemlékezések és az egyéb feladatok érdekében. Szekszárdon és közvetlen vonzás körzetében a II. Világháborút megelőzően 750 zsidó származású ember élt. 1944-ben Auschwitzba és a többi munka- és haláltáborba deportált mintegy 650 zsidó szeméből 600-an már nem tértek haza élve. Idén 80 éve, hogy 44-ben utolérte a magyar zsidókat, ugye a szekszárdiakat is, az a borzalom, amit a náci Németország
és a helyi kollaboránsaik nekik előkészítettek és szántak, és ez a tragédia feldolgozhatatlan mind a mai napig. A szekszárdi megemlékezés mindig nagyon nívós és nagyon művészi. Jó, hogy fiatalok azok, akik ezt mind prezentálják, de arra emlékeztettem mindenkit a megemlékezés rámeső részében, hogy a nácizmus csak részben hozott újat, részben csak felerősítette azt, ami Európában eleve megvolt. És hogy ez a métej, ez még nem veszett ki teljesen. A második világháború után 5 millió zsidó élt Európában. Már ez a szám 1 millió alá esett. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe vasárnaptól péntek éjfélig az ország egész területén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófa Védelem felhívta a figyelmet arra, hogy gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyjon senki parkoló autóban. Kánikulában megnő a szénmonoxid mérgezés kockázata is. A kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt a füstgáz visszaáramlik és szénmonoxid fejlődik. Ezért nyáron is fontos nyílt égésterű vízmelegítők mellett szénmonoxid érzékelőt működtetni. A héten folytatódik a szúnyoggyérítés Tolnavár megyében. A szakemberek 54 településen közel 10 ezer hektáron védekeznek a rovarok ellen. A katasztrófavédelem az árterületeken földről végez biológiai lárvagyérítést, ami a mélyebben fekvő gyalogosan nem elérhető helyeken repülőről történik a következő napokban. A már kikelt szúnyogok ellen a települések belterületén, a lakóövezetekben kell védekezni, a kezelések platós gépjárművekre szerelt permetező berendezésekkel zajlanak. A Vajdasági Szabad Egyetemmel kezdetét vette a Kárpát-medencei nyári szabad egyetemek sora a szerbiai Kishegyesen. Számolt be Potápi Árpád János államtitkár, Tolnavár megye országgyűlési képviselője közösségi média oldalán. A politikus a megnyitón tartott előadásában kiemelte, a vajdasági magyarság példa arra, hogy mindig van lehetőség felemelkedni, még akkor is, ha a közösség a legnehezebb helyzetben van. A magyarság csak akkor képes megmaradni a Kárpát-medencében, ha a saját kezébe veszi a sorsát. A köszöntőket követően a résztvevők megtartották a délvidéki kerekasztalt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indított Évmadara programjának célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. Idén 3 récefajra lehet szavazni, amelyek vizes élőhelyének közel 90%-a eltűnt már hazánkban. Mi legyen 2025 év madara? A hazánkban előforduló 30 récefaj közül a kanalas, a böjti és a nyílfarkú réce indul a versenyben. Ugye mindig valamilyen természetvédelmi üzenet van az év madarának. Ugye a klímaváltozás nyilván jellegéből adódóan leginkább a vízes élőhelyeket veszélyezteti, és gyakorlatilag a vízes élőhelyek, a veszélyeztetett vízes élőhelyek nagykövet madara lesz 2025 év faja. Mindhárom faj egyes száma folyamatosan csökkenőben van. A fokozottan védett kanalas réce magyarországi fészkelő állománya 50 és 150 pár között van. Mind a három választható madárfaj a speciális vízes élőhelyekhez kötődik. Ugye sekély nyílt vízfelületű tavakhoz, ugye ilyenek alapvetően a szikes tavak, mint a Miskolcságon ugye székeknek hívnak, kígyószék, és még soha nem, tehát nagyon sok földrajzi név is ezekre utal, illetve a mocsár és láprétekre, és hát ugye a klímaváltozás miatt az egyenlőtlen csapadék eloszlás, a nagyon gyakori, hosszú és súlyos a szájok miatt ezek a sekélyvízű nyílt vízfelülete rendelkező tavacskák tűnnek el elsők között. Tehát nincs hol fészkelniük. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület honlapján 2024. július 25-én 12 óráig tartó internetes szavazás lezárása után a legtöbb voksot kapott faj nyeri el a 2025 év madara címet.
Varga Csaba a legsikeresebb élő magyar expedíciós hegymászó volt a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium képzési központ legutóbbi vendége. A sportol eddig már összesen 6 darab 8000 méternél magasabb hegyet mászott meg oxigénpalack és serpák, azaz magas hegyi teherhordók segítsége nélkül. Varga Csaba legutóbb 2023-ban a gyilkos hegyként emlegetett Nanga Parbat 8126 méteres csúcsát is meghódította. Magyar bajnok lett a strandlabdarúgásban a Bonyhád BFC együttese. A Völgységiek a Balatonbogláron rendezett torna döntőjében az Új Hartyán alakulatát Genzler Korné győztes góljával múlták felül 6-5-re, 5-2-ről fordítva. A bonyhádi csapat a győzelemmel folytatta remek idei szereplését, legutóbb a Portugáliában rendezett Európa-bajnokok tornáján újoncként értek el előkelő 17. helyezést. A gárda szeptemberben ismét külföldre, ezúttal Olaszországba utazik, ahol a klubvilágbajnokságon lépnek pályára. A litvániai női U20-as Európa-bajnokságon a kezdőcsapatban kapott helyet a Tarka SC Szekszárd kosarasa Holz Rebeka a német nemzeti válogatott elleni találkozón vasárnap. Az összecsapás sima 74-53-as német sikert hozott. A tolnai sportoló korában az Izrael elleni győztes találkozón is pályára lépett. A magyar együttes kedd este Szerbia ellen zárja le a csoportkör küzdelmeit. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiba járó diákok duális partnereknél mélyíthetik el szakmai tudásukat. A tolnai Beauty Box fodrászatnál a szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium tanulói gyakorolnak. Berta Tímea a fodrász üzlete 9 éve működik, 2 éve pedig a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum duális partnereként diákokkal is foglalkozik. Én elvégeztem egy szakoktatóit az ipari kamaránál, és tavaly januárban volt az első két diákom, akik idén sikeresen vizsgát tettek, mind a kettőnek már saját szalonja is van, és akkor most 3 tanulom van január óta, akik jövőre fognak vizsgázni. A diákok a munkát először babafejeken végzik. Mindenféleképpen a babafej az, ami a leválasztások, a kifésülés, a hajszárítás, és akkor szépen lassan felépítjük ezeket, hogy hogyan. És akkor egy idő után már élő fejeken, modelleken, szépen fel van építve egy rendszer, ahogy tudunk haladni. A hölgyeknél manapság népszerű például a szőke, világosított hajvég és a mellírozás is. Volt egy időszak, amikor jobban ezek a vörös színek, meg az élénkebb színek, most a szőke, de igazándiból most inkább már a meleg árnyalatok, régen inkább ez az ezüstös szőke, meg a hideg árnyalatok, most inkább a hölgyek a meleg árnyalatok felé mennek. Férfi hajvágásban is azért nagyon sokat változott a divat, úgyhogy hát mindig követni kell, és oktatásokra kell járni. Nekem is, én Pestre járok oktatásra, mindig követni kell a divatot. Tehát annélkül nem lehet, hogy nincs oktatás. A férfiaknál is érdekes trendek figyelhetőek meg. Népszerűnek számít például a daljárulás is. Ez is egy új újdonság. Régen nyilván a régi időadban ugyanúgy volt dajerolt haja férfiaknál, meg volt malírozva, most újra divatba jött, tehát egy kicsit lecsengett, és most újra divatba jött a férfi malír, meg a férfi dajer. Bóvári Viktória január óta tanul a fodrászatnál. Úgy, ahogy a főnök asszony is mondta, először elkezdtük a babafejekkel, és akkor úgy szépen felépítettük. Most én teljesen nulláról indultam, nekem ez az első évem így fodrászként, hogy ebben dolgozok, hogy ezt tanulom, tehát nekem teljesen a nulláról kellett ezt felépíteni, és azért egész jól megy. Az üzlet vezetőjének célja, hogy a jövőben is minél több fodrász tanoncot oktasson, hogy aztán belőlük sikeres szakember váljon. Regionális híreink következnek. Új kezelőhelyiség a bőrgyógyászati klinikám, ünnepélyes átadó. Hamis termékek veszélyei, mini kiállítás a Pécsi NAV ügyfélszolgálatán. Strandminősítés, a legjobbakat keresik. Új, korszerű helyiségben gyógyulhatnak a bőrdaganatos betegek a bőrklinikán.
A Pécsi Tudomány Egyetem klinikai központ támogatásával 15 millió forintból alakították ki az immunterápiás rendelőt. A fejlesztést pénteken adták át és bemutatták a sajtóképviselőinek. Ebben az immunterápiás helyiségben kezelik mostantól a bőrdaganattal küzdő betegeket. Párhuzamosan 5-6 beteget kezelhetnek a rendelőben. Kényelmes fotelágyak biztosítják az érintettek számára a kezeléseket. Új bútorokat is kapott a helység, ahol megfigyelő állomás is működik. Ezen kívül egy új orvosi szobát is kialakítottak a kezelőhelység mellett. Lengyel Zsuzsanna klinikai igazgató az átadott helység fontosságát emelte ki. Ez a helység kifejezetten a dermato-onkológiai betegek lett dedikálva, azaz olyan bőrtumorban szenvedő betegek, akiknek áttétes betegsége van, vagy megelőző kezelést kapnak. A megelőző kezelés az azt jelenti, hogy ne újuljon ki a daganatok. Ugye a bőrdaganatoknak a emelkedő incidenciája látható világszerte, így Magyarországon is. Itt megkülönböztetjük a melanómát, illetve a nem melanóma típusú bőrdaganatokat. Szerencsére az elmúlt évtizedekben olyan jó innovatív készítmények kerültek törzskönyvezésre, amelyek a betegeinknek jobb túlélést biztosítanak. A helység azért vált fontossá, mert eddig az ambulancián folytattuk ezeket a kezeléseket, mostantól pedig egy magasabb színvonalon, egy erre dedikált helységbe tudjuk a betegeinket ellátni. A PTLKK bőr nemi kortani és onkodermatológiai klinikája regionális melanoma bőrdaganat centrumként működik. A dermato-onkológiai betegek száma növekszik, hiszen a tudomány fejlődés bővül a kezelésekre javasoltak köre, és változik a terápia módja is. Az elmúlt években a kúraszerű ellátást igénylő betegek száma heti 3-5 kezeltről heti 30-35-re emelkedett, és ennek további növekedése várható a jövőben. A daganatos betegeknek a túlélése jelentős mértékben megnőtt. Ez rendszeres felügyeletet, rendszeres kezelést igényel, és ahogy azt látni tetszettek, abban a szobában tulajdonképpen ennek a kezelésnek a menedzselése történik. Döntően infúziós kezelésről van szó, illetőleg nem csak maguknak a daganat tüneteknek, a daganatnak a kezeléséről, hanem a kapcsolódó mellékhatásoknak a kezeléséről is. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy egy kulturáltabb környezetben effektívebben lehet ezt a feladatot megvalósítani. Persze titokban, és nem is olyan nagyon titokban azt kívánjuk, hogy minél kevesebben kerüljenek abba a helyzetbe, hogy ilyen kurára szükség van. A korszerű immunterápiás kúrahelységet a Pécsi Tudomány Egyetem klinikai központ támogatásával közel 15 millió forintból alakították ki. Azzal, hogy itt egyszerre több beteget gyógyíthatnak, felszabadulnak az eddig erre a célra használt rendelők. Így rövidül a kezelésre várakozás ideje, azaz hatékonyabbá válik a betegellátás. Hamis pólók, cipők, amik jelentős hasznot hoznak a gyártóknak adózás nélkül. Hamis gyógyszerek, egyéb készítmények, amik akár az életünket is veszélyeztethetik. Ezekre hívja fel a figyelmet a Pécsi NAV mini kiállítása a hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Várakozók a NAV Pécsi ügyfélszolgálatán ezen a felvételen. Kevesen gondolják, hogy itt nem csak adóügyeket intézhetnek, hanem kiállítást is láthatnak. Pécsi központi ügyfélszolgálaton a hamis termékeket mutatjuk be az érdeklődő ügyfeleknek. A hivatalnak nagyon fontos feladata a hamis termékek kereskedelmének megakadályozása, a kiállítási anyag összeállítása is ezt szolgálja. Megmutatjuk az ügyfeleknek, hogy milyen jellemzői vannak a hamis termékeknek. Márkás gyártmányú cipők, pólók a képeken, amik valójában nem az eredeti üzemben készültek, és nem az eredeti nyersanyagokból. Az ismert név előnyeit kihasználva próbálják meg a hamisítók értékesíteni a silány minőségi utánzataikat, hasznot szerezve ebből. Attól sem riadnak vissza, hogy hamis gyógyszereket állítsanak elő. Ezt a megdöbbentő kézzel írt receptet is láthatják az érdeklődők. Hihetetlen, de ez alapján állítottak elő olyan készítményt, amely akár életveszélyes is lehet. Ezen a fotón pedig a gyártási körülmények, ami önmagáért beszél. A figyelemfelkeltés mellett sok hasznos információt kaphatunk a mini tárlaton, mondja a sajtóreferens. Milyen veszélyei vannak az internetes kereskedelemnek, a hamis termékeknek milyen ismérmei vannak, hogyan lehet felismerni a hamis termékeket, és milyen szankciók várnak az illegális kereskedőkre.
A kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy körültekintően vásároljunk. Ne adjuk ki például a bankkártya adatainkat felelőtlenül, mert ezzel visszaélhetnek anyagi kárt okozva. De ennél fontosabb, hogy védjük egészségünket, életünket, és ne vásároljunk bizonytalan forrásból csodaszernek beállító gyógyszereket. A NAV hamis termékekről szóló mini kiállítása Pécsen a Rákóczi úti ügyfélszolgálaton látható. Az idén 21. alkalommal hirdette meg a kék hullám zászlós strandminősítést a Balatoni Szövetség. A szervezet és partnerei képviselői folyamatosan járják a strandokat, és széles körű, mindenre kiterjedő szempontrendszer szerint értékelnek. A bíráló bizottság már mintegy 50 strandot látogatott végig, és azt tapasztalták, hogy folyamatosan fejlődnek a balatoni fürdőhelyek. A strandüzemeltető és a vezetőség kíséretében ellenőrizhetik a strandokat a Balatoni Szövetség szakemberei, akik több szempontot is figyelembe vesznek a strandok minősítésénél. Igyekeztünk egy nagyon sokrétű szempontrendszert összeállítani a résztvevő partnereink segítségével, környezetvédelemtől a családbarát szempontokon át, akár az akadálymentesítésre is lehet gondolni, de olyan alapvető szempontokat is nézünk, mint például a vizes blokkok felszereltsége, állapota, próbálunk minél sokrétűbb szempontok alapján dönteni. Ezen a balatoni strandon is számos fejlesztést végeztek az utóbbi időben. Így modern, de mégis sok zöld felülettel rendelkezik, és minden a pihenni vágyók kényelmét szolgálja. Nagyon készültünk a strand szezonra, minden éven megtesszük, de úgy érzem, hogy ebben az évben jobban sikerült. Sokkal nagyobb rendet tudtunk a strand területeken csinálni. A régi elavult eszközöket leselejteztük, és helyükre tök jó, szép, új állapotú eszközöket szereztünk be. Rendbe tettük az elmúlt években a faállományát a strandoknak. Bevizsgáltattuk az összes fát, biztonsági szempontból faápoló szakmérnök vizsgálta be, leválogattuk az általa előírt szárazágakat, koronyakönnyítést bizonyos százalékban a fákon, hogy ne legyenek a súlyuk miatt balesetveszélyesek, nagyon-nagyon betegeket, odvastörzsőeket kivágattuk, és helyére az előírtak helyett bőséges, új, szép, előnevelt fákat ültettünk, olyanokat, amik bírják a környezetet, a magas talajvizet. Az idén 21. alkalommal hirdette meg a kék hullámzászló strandminősítést a Balatoni Szövetség. A szervezet és partnereik képviselői folyamatosan járják a strandokat, és széles körű, mindenre kiterjedő szempontrendszer szerint értékelnek. Szerencsére most már a minősítésnek a 6. napján járunk, 46 strandot járunk lassan végig, és hát örömmel mondhatom, hogy egyre szépülnek, fejlődnek a strandok. Minden évben találunk olyan új fejlesztéseket, ami meglep minket, illetve konstatáljuk, hogy általában azért a strandüzemeltetők figyelnek a fenntartásra, illetve hát a minőség megőrzésére is. A fürdőhelyek felkeresése június 24-én kezdődött, az eredményhirdetés pedig július 12-én lesz Vonyarcvashegyen. A bíráló bizottság már több mint 50 strandot látogatott végig, és azt tapasztalták, hogy folyamatosan fejlődnek a balatoni fürdőhelyek. Nézzük tolna vármegyei híreit még egyszer, röviden. Hétvégén történt, 2 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegye tűzoltói. Holokauszt 80, a zsidó áldozatokra emlékeztek. Mi legyen 2025 év madara? Internetes szavazás. Duális képzés a Tolna vármegyei szakképzési centrumnál. Fodrászat Tolnán. Kedden ismét napsütéses, délután mérsékelten gomoly felhős idő következik, folytatódik a hőség. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Este kevés helyet érintően kialakulhat futó, frissítő zápor. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!